Rigg Lajos és Burány Sándor, tehát a stúdióban jó reggelt kívánok, köszönöm jó szépen, reggelt. Hogy jó elfogadták reggelt, a meghívásunkat. Amiket sokszor szoktuk hangsúlyozni Emiliával, meg az összes műsorvezető társunkkal, hogy nagyon nagy jelentősége van annak, felelősségteljes nyilatkozatnak egy része az, amikor a politikus mondjuk a vakcináról, a vakcinákról beszél, hogy érdemes-e, és hogyha érdemes, akkor melyiket beadatni. Ez csak azért vezettem fel, bocsánat így, mert pont erről beszéltük, hogy én megkaptam, most ugye elmondtam, hogy én tegnap megkaptam az elsőt. Önök hogyan állnak az oltásokkal? Az elsőt én is megkaptam, március 18-án lesz a második a Pfizer vakcinából. Én megkaphattam volna a kínait, viszont azt köszöntem, de nem kértem, megvárom, hogy... Ez mikor volt, amikor feljön? Egy-másfél hete körülbelül. És ma is ugyanígy döntene? Igen. Látva a számokat? Igen. Én tartom ahhoz magam, amit egyébként éppen itt mondtam néhány héttel ezelőtt, ami ilyen vakcinát az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagy, bármelyikkel szívesen beoltatom magam, kivárom a soromat, amikor egy ilyenre rendelkezésre. És amit itt szintén idéztünk a bevezetőben, hogy még Zaher Gábor is, aki ugye naponta lát el covidos betegeket, azt mondja, hogy most ne várjon senki, hanem csapjon le arra, ami van. Ilyenkor sem bizonytalanodik el? Nem, én betartom a szabályokat, óvatos ember vagyok, körültekintően igyekszem közlekedni, meg egyáltalán élni ebben a mostani helyzetben. Egészséges életmódot folytatok, amennyire ez most egyáltalán csak lehetséges, és bízom abban, hogy elkerülöm addig, amíg megkapom az oltást. Azt az oltást, amit az Európai Gyógyszerügynökség is jóvá hagyott. Jó, szerintem egyébként nagyon sokan felelősségteljesen élik az életüket óvatosan, aztán hogy nem, de valahogy azért sajnos sokan elkapják mégis a koronavírus. Most nem tudom, egyébként a főpolgármester, ő nem lett ugye pozitív, csak... Arról nincs hír, de önkéntes karanténba vonult Karácsony Gergely, ugye nem sokkal az egyenes beszéd előtt mondta le a beszélgetést tegnap este. Itt a bevezetőben már említettük, hogy egyébként nem csak ön, hanem több más politikus is most önkéntesnek, most is, illetve a korábbi hullámon is önkéntesnek jelentkezett, és egy Facebook posztban számolt be erről, hogy bár a belsős információk arról szóltak több kórházban, hogy szükség van segítségre, a hivatalos megkeresésre önnek azt mondták, hogy nem kell az ön segítsége. Miért utasíthatták vissza, ha valójában kárhúsz ember? Hát, hogyha azt veszük alapul, hogy szakmai szempontok alapján nem utasították el, akkor csak egy marad, akkor a politikai szempont. Nem ön szántamból vagy autodidakta módon jelentkeztem kórházba, hanem kórházból kerestek meg volt munkatársaim, legyen az akár orvos vagy szakápoló az intenzíven vagy anesztes, és ők mondták, hogy látták azt, hogy az országos mentőszolgálatnál is dolgoztam, és hogyha van szabad kapacitás, és ez a második hullámra vonatkozott, most nagyon nagy a baj, kevés az ember, nagy a fertőzöttek száma, mind a betegek, mind a dolgozók körébe, hogy tudnék-e segíteni, mondtam természetesen. És így négy nagy kórházba jelentkeztem, Győr, Veszprém, Zalaegerszeg, illetve Székesfehérvárra. A környékbeli kórházok, tehát ahol választókerületem volt, ott már az első hullámba jelentkeztem, ott egyből elutasítottak. És érdekes módon egyetlen egy olyan kórház volt, ahova behívást kaptam, személyes meghallgatás, ez a győri kórház. Ott az intenzív osztály vezetőfőorvosával is beszéltem, ők örültek is, a szakdolgozók is, hogy mennék oda műszakozni. A humán erőforrás osztályon ott még egy erkölcsi bizonyítványt kértek, hogy azt szerezzem be, és hogyha ez megvan, akkor jelentkezek újra. Már mire megjött az erkölcsi bizonyítvány, kaptam egy e-mailt, hogy köszönik szépen, de ők most elég humán erőforrás kaptak, akár a katonák, akár orvostanhallgatók tekintetében a kórházi, így nem tartanak szüksége az önkéntes munkára. Mikor volt? Ez tavaly október-november környéke, tehát a második hullám. Akkor még azért csak felfutóban. Igen, akkor már lehetett látni, ugye a Müller Cecília is azt mondta, hogy nagy betegszámra lehet számítani, ezért is gondoltam azt, hogy akkor most nem csak mentőzés, hanem akkor a kórház, ugye, mint anesztes szakaszisztens, lélegeztetőgépek kezelése és az intenzív terápia. Most viszont Orbán Viktor ezelőtt másfél héttel azt mondta, hogy minden egyes egészségügyi szakemberre, minden egyes lélegeztetőgépre és intenzív ágyra szükségünk van,
és rá másfél héttel 5500 dolgozó hagyta itt az egészségügyi rendszert, tehát nehezen tudom elképzelni azt, hogy a megmaradt humán erő forrással azt a kapacitást, azt a betegmennyiséget, hogyha most megnézzük csak a lélegeztetett betegek száma, 10% a kórházban ápolt betegekének, és ez a szám ez emelkedni fog, hogy ezt el tudják látni. Kettő, orvostanhallgatókkal nem lehet helyettesíteni olyan szakdolgozókat, akik 20 éve a szakmában vannak, és ez nem egy gyakorló terep, tehát nem most kell megtanulni azt, hogy a lélegeztetőgépet, a perfúzorokat, a monitorokat hogy kell állítani, milyen paraméterekre kell figyelni, milyen gyógyszeradagolást kell alkalmazni, melyik vénába milyen gyógyszert lehet, tehát perifériás vénába nem lehet ugyanazt, ami centrális vénába, ehhez szakemberek kellenek, akik elvégezték már ezt a szakmát, vagy jártasak benne. Azt persze hozzátehetjük a dologhoz, ugye ami fontos, a statisztika adat, ezt pont Emiliával kigyűjtöttük, hogy 800-an vannak jelenleg ugye lélegeztetőgépen, hogyha azt pont említetted. Igen, azt mondja Merkeli Béla decemberben azt mondta, hogy 1000 az, amit biztonságosan Magyarországon működtetni lehet. Igen, csak a persze, akkor rögtön az első kérdésük, hogy minek vásároltunk több 10000 lélegeztetőgépet, és akkor miért intették le akkor az ellenzéket, amikor felhívtuk a figyelmet arra, hogy egy dolog a lélegeztetőgép, egy másik dolog pedig az, hogy ahhoz hozzáértő személyzet is szükséges, hogy működtetni tudjuk, akkor elhajtottak bennünket melegebb éghajlatra a kormánypártok. Most kiderült, hogy azért van ekkora baj, azért riogat mindenki, mert az adatok az nagyjából a tavaly novemberi adatokat tükrözik vissza, és akkor még senki nem pánikolt kormány oldalon ennyire, mert a lélegeztetőgép kapacitásban, ami ténylegesen bevethető, személyzettel, szakképzett személyzettel bevethető, annak kezdjük el elérni a plafonját, és ez az, ami a legveszélyesebb dolog, mert hogyha nem tud egy arra rászoruló beteg lélegeztetőgépre kerülni, akkor lehet igazán nagy a baj. Ezért kell óvatosnak lenni. És egyébként én is csatlakozom ahhoz, amit kollégám mondott, az pedig egészen elképesztő, hogy most a járvány kellős közepén látta szükségesnek a kormány, hogy úgymond olyan rendet csináljon az egészségügyben, aminek következtében több mint 5000 dolgozó, egészségi dolgozó, szakképzett személyzet, orvosok, ápolók hagyták itt az egészségügyi rendszer. Jó, de senki nem tudta, hogy mondjuk a koronavírus az hogyan alakul, meg mikor lesz mondjuk a csúcsán, meg azzal se számoltak valószínűleg, hogy nem fogják sokan aláírni ezt az új szerződést. A javaslatom az... Hát Orbán Viktor mindig mondja, hogy mikor vagyunk a csúcson, vagy mikor leszünk a csúcson. Ezt nem tehát, ő találja ki, hanem szakemberekkel konzultál. Ami aztán vagy bejön, vagy nem. Tehát még egyszer mondom, az adatok tekintetében nagyon rosszak az adatok, ott tartunk, mint tavaly novemberben. Azért két adatot pontosítsunk, mert itt dobálózunk lélegeztetőgép számmal és lélegeztetett beteg számmal. Ugye Szijjártó miniszter úr 9000 lélegeztetőgépről beszélt, annyit szerzett be Magyarországnak. Ez nem lélegeztető gép, tehát nem az, amit az intenzív osztályon lélegeztetésre használnak. Ez légzés, támogató, horkolásgátló és egyéb funkciókkal ellátott kis szerkezet, tehát ez nem lélegeztető gép. A lélegeztetek száma, ami most a COVID intenzíven van, ez a 800 fő, ez egy adat. De ez mellett még ott vannak az egyéb súlyos állapotú betegek, akár stroke, infarktus, tömeges balesetet elszenvedettek, akik szintén intenzív terápiás ellátásra szorulnak, és ez a szám ez megsokszorozódik, és itt jön be a lényeg, azok a szakemberek, akik itt hagyták a rendszert, azok most hiányoznak az ellátórendszerben. Azt azért ne kerüljük meg, hogy egyrésztről ugye önt érheti egy olyan vád, hogy nyilván segíteni akar, de ez politikai haszonszerzésre is felhasználható, mint ahogy erre utal is a Facebook posztjában, hogy biztos attól félnek, hogy információkat hoznak ki a kórházból. Sok kórház most olyan, mint egy fekete doboz, ugye nem igazán tudjuk, hogy mi a helyzet bent, mert senki nem beszél. Az Országos Mentőszolgálatnál is dolgozom, mint önkéntes, tehát azt mondják, akinek nincsen takargatni valója, annak félni valója sincsen, ez az egyik. Kettő, ahhoz egy politikusnak véleményem szerint nem kell bemenni egy egészségügyi intézménybe, hogy információt szerezzen. Én sem úgy szereztem az információkat, hogy belopóztam és videókamerával rejtett felvételeket csináltam, hanem volt kollégáim, akár és egészségügyi dolgozók kerestek meg Facebookon és e-mailben, hogy milyen problémákkal szembesültek védőfelszerelés tekintetében, vagy akár most az új szerződése nem tartalmazott semmi, és tőlem politikusként és egészségügyi dolgozóként tőlem kértek tanácsot, hogy most mit tegyenek. Tehát azt gondolom, hogyha egy rendszer átlátható és jól működő, akkor annak büszkének kell lenni. Nagyon sok
ország, köztük Németország, Ausztria, vagy mondjuk Románia, megengedi azt, hogy a média betekintést engedjen meg a Covid ellátásba, és ez azért is lenne jó, hiszen az emberek hitelesen tudnának tájékozódni, meglátnák azt, hogy mekkora a probléma az intenzív osztályokon Magyarországon, és komolyabban vennék akár az oltást, akár a prevenciót. Menjünk tovább, mert lenne még azért a gazdaság teréről egy fontos téma, amit ugye, vagy amivel kapcsolatban ön is exponálta magát, hogy a forint a mélypontjához közeledik, és az Orbán kormány ebben a bajos helyzetben nem partnerként, ugye ez az ön idézete, az ön gondolata, hanem aladvalóként kezeli a hazáját. Ugye itt nyilván a forint árfolyamáról is van szó, meg ugye említette a benzinárának az egekbe történő emelkedését. 428 forint. Nagyon sok. Lesz szerdától, ugye több mint 6 éve volt ilyen drága. Benne. Igen. Így van. Igen. Tehát elég régóta mondom, hogy ezek azért összefüggnek, hogy ha a forint gyengül, akkor előbb-utóbb az üzemanyagár is borzasztóan fog alakulni, hiszen azt nem hazai forrásból szerezzük be, hanem külföldről. Most az a baj, hogy sok baj van, mondjuk a kormány évi 3%-os inflációval számol. Ehhez lőtte be a nyugdíjemelést. A jegybank közel 5%-os inflációt vár. Tehát még nem is kell ellenzéki forrásokra támaszkodni ahhoz, hogy belássuk, hogy itt bizony a tényleges infláció az meg fogja haladni azt, amivel a kormány számol. Ha a napi megélhetési költségeket nézzük, akkor meg még brutálisabb. Ugye az átlag inflációs adatban a gépkocsi árak is benne vannak, meg benne van a tartós műszaki cikk, az most viszonylag lájtos. De például az étolaj több mint 16%-ot drágult. Tehát általában az élelmiszerek azok nagyon megdrágultak, és már most mondják, hogy a tej és a hús az jelentősen drágulni fog, különböző takarmányozási problémák, illetve állapot. Jó, de ez nem egy magyar sajátosság, ez egész világpiacon így működik. Az viszont egy viszonylag magyar sajátosság, hogy mikor válság van, akkor lódul meg az infláció. Általában az infláció a szerényebb számokat szokott produkálni, amikor válság van. Itt nálunk egy ilyen sajátos helyzet alakult ki. Az infláció az pörög, sokkal jobban, mint az elmúlt években, mikor nem volt válság. Most, hogy a gazdaságra is kiterjed a koronavírus járvány okozta válság, nem csak az egészségügyre, akkor pedig azt látjuk, hogy az infláció kezd egyre jobban elszabadulnia. A mindennapi megélhetési költségek tekintetében pedig már legalább egy éve elszabadult. Mit kellene tenni a kormánynak? Hát az a baj, hogy az összes tartalékát az elmúlt években elpocsékolta. Tehát most csak olyan intézkedéseket hozhatna, ami a keresletet csökkenti. Válsághelyzetben ez pont egy nagyon-nagyon veszélyes és nagyon rossz dolog. Tehát igazából eszköz már nem nagyon maradt a kormány és a jegybank kezében. Mondjuk azért legalább felül kéne vizsgálni a nagyállami beruházásokat, mert hogyha a költségvetési számokat nézzük, brutális hiány volt februárban, még soha ilyen hiány, mióta mérik egyáltalán, ezt a számot nem volt. De nézzük, hogy mire költenek, akkor azt látjuk, hogy nem sokára befejezik a kézilabda csarnokot a Népliget mellett, ami nagyjából 100 milliárd forintba fáj. Ez csak egy a sok közül, amit említhetnék. Az összes olyan kedvenc beruházására, kedvenc céljára, anélkül, hogy ezen a téren bármit visszafogott sportkiadások terén a kormány vastagon költ, miközben mindig csak beszél arról, hogy a válságba került ágazatokat megsegíti, de amikor megnézzük a konkrét számokat, akkor mindig azt tapasztaljuk, hogy ez a segítsége töredéke annak a segítségnek, amit az európai országok zöme Nyugat-Európában. Hát ugye pedig most is elmondta a Vakcinainfo extrában Orbán Viktor, hogy márciusban még inkább kiterjesztik a bértámogatást. Oké, csak amikor kijönnek a számok, és megnézzük, hogy konkrétan munkahely megtartása, bértámogatása, mennyit költ a kormány, akkor mindig azt tapasztaljuk. Korábbi számok azt mutatják, hogy az összes munkahelynek legfeljebb 5%-ára terjed ki ez a támogatás, miközben 20-30%-os támogatási arány mérhető Németországban vagy Ausztriában. Hát ugye azokra az ágazatokra terjesztették most ki a bértámogatást, amelyeknek ugye most fogják terjeszteni, így van, és majd meglátjuk, mikor ott lesz a vállalkozásoknál, szurkolok önöknek is a pénz, a bértámogatás, hogy akkor a valóság az mennyiben tükrözi vissza a miniszterelnök szavait. Köszönjük szépen, be fogok erről számolni, vagy beszámolok erről, jó? Rig Lajos meg számoljon be, hogy akkor sikerült önkénteskedni valamit. Bízok benne, hogy pozitív hírekkel tudok beszélni. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük szépen.